aki járt itt, vagy visszahallgatta a múlt heti istentiszteletet, aki járt itt két hete, vagy visszahallgatta a múlt heti istentiszteletet, azt tudhatja, hogy egy örökzöld témát választott pásztorunk erre a május-június hónapra számunkra. Mi ez a téma? Ki emlékszik rá? A házasság. Ugye a házasság és a házasságok jobbítása, a házasságok fejlesztése, én azt gondolom örökzöld téma gyülekezeten belül és gyülekezeten kívül egyaránt. A házasságok megítélése azért lényegesen különbözik, azt gondolom, gyülekezeten belül és úgy a társadalomban átlagosan, és amerre megy a világ, ez a különbség ez egyre nyilvánvalóbbá válik, és egyre markánsabban megjelenik. A héten, amikor gondolkodtam, hogy ide ki kell állnom, akkor azért az is az eszembe jutott, hogy vajon akik aktív, elkötelezett gyülekezeti tagjaink, de éppen nem házasságban élnek, vagy még nem házasságban élnek, vajon ő számukra mennyire hasznos ez a ez az előadás sorozat, vagy ez a, az a téma. Ugye, mert azt szeretném, hogy ha aki esetleg úgy érzi, hogy az most zokon veje, hogy a gyülekezetben már harmadik vasárnap erről van szó, de végignézve a taglistát, azt látom, meg a, hogy azért főként az a jellemző, hogy a gyülekezet tagjai házasságban élnek, vagy pedig házasságban fognak élni, reményénk szerint gondolok itt a tinédzser korosztályra itt rögtön a harmadik sorban, akik hitünk és reményünk szerint azért előbb-utóbb belépnek majd ebbe az intézménybe. És nem mindegy, hogy milyen előkép alakul ki bennük a jó házasságról, az Isten szerinti házasságról. Ugye ez, ahogy ebbe kezdtem így belenyugodni ebbe a gondolatba, és rögtön jött a felelősség, hogy hoppá, akkor viszont az enyémek azt nézik, hogy a mi házasságunk milyen is, hogy működik Anitámmal. Vagyis, ha nem mutatok jó példát, akkor az a gyerekeim életében is nagy esélye vissza fog köszönni, hogyha ez negatív irányba megy. Na, és ezt meg nyilván nem akarom, tehát én azt szeretném, kedves gyerekeim, ha azt látnátok, hogy a szüleitek jó házasságban élnek, és ennek a gyakorlatait már most tizenévesen is. Na, ezután jött a következő meglepetés, mikor megláttam, hogy a mai istentiszteleten az ige szolgálatot nem a Szilárd pásztorunk fogja végrehajtani, vagy tartani, hanem Szűcs Nóra testvérnénk, aki három gyerekes családanyaként itt él közöttünk a gyülekezetben, és ismerjük már őket, nem is tudom, néhány éve, ugye a gyerekeken le lehet mérni azért ezt a néhány évet, és számomra nagyon is érdeklődésre tart számot, valamint megmozgatja a fantáziámat azt, hogy ebben a túlságosan férfi központú világban, házasság témakörében milyen tanítást és hogyan hallhatunk egy gyakorló édesanyától. Úgyhogy ezt fog most következni. Kívánom Isten áldását a szolgálatodra, Nóri, és várakozással vagyunk. Egy imával fogunk kezdeni. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon föl. Mennyi Atyám, köszönjük neked ezt a mai napot, és köszönjük, hogy te kirendelted a mai napra is nem csak a testi táplálékot, hanem a lelki táplálékot. Köszönöm neked, hogy adtál bátorságot Nórinak, hogy vállalja ezt a mai délelőttet. Köszönöm, hogy adtál az ő számára oly sok bizonyságot, amelyek közül sok mindent mi is hallhattunk, amikor a különböző nehézségekben te megmentetted őt, a családját. Köszönöm, hogy láthatjuk a három gyermekével és férjével elkötelezetten itt a gyülekezetben Nóriékat, és én tudom, hogy így az ő életükön keresztül a te áldásod nyilvánvalóvá válik nem csak a gyülekezeten belül, hanem azon kívül is. Kérem, hogy a te akaratod, a te üzeneted valósuljon most meg a következő percekben Nórin keresztül, és adj nekünk mindannyiuknak muníciót, amellyel a saját házasságaink javulni tudnak, adj jó példákat, hogy a házasság előtt állók számára ez is mélyen beivódhasson, és ha majd oda kerülnek, akkor megjelenhessen. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgattál, legyen a te áldásod rajtunk. Amen. Sziasztok! Nem biztos, hogy bátorságot adott az Isten. Tehát a pirosítót azt túltoltam, meg alkohol problémám szinte múlt. De minden adott hozzá, hanem inkább akartam engedelmeskedni, és nem akarok gátja lenni. Lehet, hogy már segíteni kell csak kezdővel, nem tudom. 7 éves, 7. éve vagyunk házasok a Józsival, és azt szeretném leszögezni az elején. Köszönöm szépen. Szeretném leszögezni az elején, hogy szeretetben élünk, tényleg boldog házasságunk van. És ugye nem erről a részről akarok beszélni, mert azt nem hiszem, hogy túlzottan előre visz embereket.
és vágyom arra, hogy a bizonyságaim azok tudjanak szolgálni, mert hiába érett fejjel mentem már férhez, ugye a házasságban szembesül egy csomó mindennel az ember, ami elég ijesztő. Amikor megkért Szilárd, én utána rögtön azzal kezdtem, hogy megkérdeztem Józsit, hogy van-e nekem erre jogalapom, hogy beszélhetek, nem nyomom el, nem tudom, mit csinálok vele. És hát ide engedett, meg még azt is mondta, hogy kiteregethetem a szennyeseinket is. Szóval remélem senki nem fog megbotránkozni, én tényleg minden Isten dicsőségére szeretnék mondani. És először pedig ahhoz a pár fiatalhoz szólok, amit mondtál Viktor, hogy vajon van-e értelme itt ülni. Mert többnyire már találkoztak velem, és szóval lehet, hogy unalmas a téma, de hiszem, hogy abszolút fontos. Ja, ezt elfelejtettem megmutatni nektek. Az új házban lakunk, nincsen papírunk, de áll az IKEA-nak megjegyzett füzetem. Igen, egy szép nap. Micsoda isteni együttműködés. Szóval én hiszem azt, hogy a társválasztása az első kérdés, aminek én azért Józsival erőltetett menetekkel volt teljes, hogy ha Isten azt írja az igében, gondoskodik arról, hogy miben ruházkodjunk, mit együnk, akkor úgy gondolom, hogy gondoskodik arról az egy darab társról is, akit mellé szánt is, akivel tervezett neked nekünk jövőt. Szóval nem hiszem azt, hogy a szemünk kívánsága, vagy a lelkünk kiteljesedése lenne cél azzal, hogy keressük a társunkat. És azt írja, de például a Prédikátor 4.12, hogyha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármasnál nem szakad el egy hamar. Én azt gondolom, hogy túl sok helyen... Én arra azt mondom nektek átadni, amit engem már megmutatott az Isten, ti meg már vizsgáljátok meg, hogy gondoljátok. Én azt gondolom, hogy egy hitetlen és egy hívő ember nem nagyon tud ellenállni egy támadásnak, mert nem ugyanaz a fegyverzetük, nem ugyanaz a gondolataik. És úgy gondolom, hogy sok a fiatalok agyában sok önállítás van, és sok minden föl van építve, hogy milyen lesz az ő párja. És ha majd megtér, ha megváltozik, meg minden. Szóval úgy gondolom, hogy egy dolgot kell szem előtt tartani, hogy azt akarjuk, aki Isten adni akar nekünk. És én ezt úgy mondom, hogy amikor engem megszólított az Úr, hogy a Józsi lesz a férjem, akkor rögtön elváltam ellene. Tehát, hogy azért emberi elképzelések, emberi elképzelések nem hoztak volna minket összeházaspárként. És Józsi, amikor fölhozta ezt a témát kettőnk között, akkor nekem már volt abszolút kijelentésem az Úrtól, de hát erről én hallgattam. És egy tanácsossal leült beszélgetni, majd közölte viszonylag az ismerkedésünk elején, hogy na, akkor én biztos nem leszek a feleséget. És akkor mentem, de nekem az Úr lelki gondozót is rendelt ki ahhoz, hogy mi ismerkedjünk, mert máshogy ez így nem tudott volna menni. És akkor kaptam a házasság igényt, amikor Józsi elutasított engem, és a házasság igényt azt föl szeretném olvasni nektek, hogy egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, és az utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, mindig jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és többé ne hagyjanak el. Örömmel, teljes szívemből és teljes lelkemből teszek jót velük, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. És ez az ige, és már sok-sok ige, akik sírva vetnek, vigadozással aratnak, és társaik tartott minket ezen az úton, míg Józsi is meghallotta az Úr vezetését, és azt ő tudna elmondani, hogy mennyi mindent kellett lebontani az ő fejében, hogy a lényeget lássa meg. És ami fontos, hogyha valakit társul kapunk, akkor a harcai fölvállalásával és az ő kísértései fölvállalásával együtt kapjuk.
és ezt elhordozni úgy, hogy nem tudom, hogy az Úr adta, személy szerint nekem képtelenség. És szóval az Úr szabta a házasságunkat, és mi ezt abszolút így gondoljuk, mert magasabbak az ő gondolata, mint a mi gondolatunk. És ezzel biztatom egyébként az összes fiatal, hogy akit ti el tudtok képzelni, az nem olyan lesz, de annál sokkal jobb lesz, abban biztos lehetek. Csak ez a sokkal jobb, ez nem úgy történik meg, ahogy a hollywoodi filmek megmutatják. Mi amikor összeházasodtunk, akkor az olyan hollywoodi volt még. Szép fehér ruha volt, meg szép mászút volt, meg az még úgy. De az első hónapokban már jelent olyan problémák, hogy ültünk, fogtuk a fejünket, és azt éreztük, hogy bakker, minket átvertek. Szóval ez ha így kell élni, hát én mondtam, hogy ugye Józsi azt kötött az ebbek a karóhoz, keresztények vagyunk, nem válunk, megoldjuk. Neki volt egy igéje, amire ráállt, amit a mai napig szokott mondani, hogy mindennek jobb a vége, mint az eleje. Tehát mi minden nap így élünk. És egy biztos, hogy nincsen válás. És ebben a szituációban meg kell oldani a dolgokat. Én a házasságunk legelső éve szinte azzal ment el, és azok a problémák ütötték fel a fejüket, hogy különböző családból jöttünk. Én például házasság előtt nem gondoltam volna, hogy ekkora hatással bír a családi háttér, hogy kell összecsúszolni. Szóval nem hiába írja azt az iget, hogy vassal formálják a vasat. Szóval ez a vas, ez nagyon-nagyon fájdalmas, amikor két vas össze. És pont tegnap, amikor készültem, jutott eszembe az a mondás, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Én eddig úgy azt gondoltam, hogy akkor na, megnézheted az asszonyt, hogy öregem milyen lesz. De hogy nem pusztán ezt kell nézni. Sok indulat volt bennünk, sok dű, sok feszültség. Nem 0-24-ben, de nagyon, nagyon nehéz volt összecsiszolódnunk. És azt írja az igen az Efezus 4:26-ban, hogy haragudjatok, de ne védkezzetek, a nap ne menjen le haragotokkal. És azt azért el tudjuk mondani, hogy szerintem egy kezünkön is sok az új, amikor úgy feküdtünk lesz. Vagy hiába voltak feszültségek, hiába voltak nehézségeink, mi ezt próbáltuk tartani. És egyébként Józsi abban példaértékű, hogy mindenben kiállt mellettem folyamatosan, a családi háttér dolgokban mellettem volt, és ő nálunk otthon a békességszerző. Szóval tényleg nincs családfő, abszolút. Ő tud mozdulni kényes helyzetekbe, vagy amikor én még az érzelmeim sodrásában vagyok. Én hitetlen családból jövök. Nekem gyerekkoromban azt mondták, hogy nem kell bocsánatot kérni, úgy kell viselkedni, hogy ne kelljen bocsánatot kérni. Szóval én ezzel a mentalitással jöttem. Aztán a férjem megtanított bocsánatot kérni, ezt szó szerint kell érteni. De arra viszont rá kell egyszerűen, ahogy írja a Jakab 4:1 is, hogy honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek, hogyha egyszerűen ha magunkét akarjuk és magunknak akarunk jót, akkor ez nem kérdés, hogy feszültségek lesznek. És az a mindennapi kereszt, hogy az óembert megtagadjuk, és úgy menjünk tovább, az számomra nagyon-nagyon nehéz. És már ismerkedésünkön és házasságunkban is azt gondoltam, hogy mi egy területen erősek vagyunk, és egy terület nagyon jól megy nekünk, ez az őszinteség. Fájt, hordoztuk, gondoltam, hogy na, így a sátán aztán rajtunk nem talál fogás, mert mi őszintét vagyunk. És ez tényleg egy harcként fogtam föl, hogy a Józsi őszinte mondatait úgy tudjam hordozni, amik esetleg rajtam kívülállok, szóval nem arról beszélt, hogy most velem mi a baja, vagy akármi, hanem az ő kísértéseivel mindennel szemben őszinte volt. Ez sok sírással jár, de tényleg úgy voltam vele, hogy
az őszinte házasság kiteszthetetlen. És eljött az a pillanat az életünkben. Azt tudni kell, hogy én már még Józsus sem volt a képben, nekem az egy életigen volt a Róma 8:28, valaki Isten szeretik minden a jogokra van. Én ezt éltem, megtapasztaltam, ez vitt tovább, ez adott erőt egy csomó helyzetbe. Tehát élet volt nekem ez az igen. És amikor kis Gabi megtért, a másik misszióm, mindenki vajon bűnt. Szóval, hogy a tanú előtti bűnvallás, én ezt nagyon-nagyon támogatom, azt, amit átéltem megtörésem után is, és bemerítkezésem előtt is, hogy a szellemvilágban és az én hitéletemben mit ad plusz egy tanú előtti bűnvallás, plusz amit az ige is ír, azt viszont szeretném. A Jakab 5:16-ban is benne van, hogy valljátok meg azért a bűneiteket, és a példabeszédek 28:13. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Én úgy gondolom, hogy a kereszténységnek ez az egyik kiemelkedő pontja, és egyik a győztes, amikor azt mondjuk, hogy Krisztus győzött, és mi is mondjuk győzni akarunk, akkor szerintem enélkül nem tud működni. És ugye az ige is azt írja bemerítkezésről, azt mondja, bemerítő János a többieknek, hogy valljátok meg bűneiteket. És ebben is élharcos tudok lenni, és az ige is, hogy be nem merítkezzen senki enélkül, találja magának embert, meg minden. És eljött az, hogy a kis Gabi is megtért, és bűn született volna valami, és megkérte a kedves férjemet, hogy ezt így beleeszközölni. És Józsi, hogy oké, de én még ezt nem csináltam, meg csak akarom, meg gondolkozok évek óta, akkor gyere, Nóri, üljünk le. Én nem tudom, hogy tartottatok-e már életrendezést férj és feleségek együtt. Ez nem a legjobb terápiás módszer. No, hát nekünk meg volt. És most értsétek jól, szóval elhagytam a hitemet. Tehát voltak már előtte is problémáink, és mondtam Józsinak, hogy figyelj csak, dobjuk ki a Bibliát. Tehát ha az Úristen hazudik, hogy nincs szabad, hogy van szabadítás, hogy nem éljük meg, akkor mi megolvassuk. Tehát anélkül, hogy az Isten beszéde ne végezné el az életünkbe az, ami le van írva, nem hiszem, hogy van értelme itt ülni, vagy bármit is csinálnunk keresztény címszó alatt. És ez megtörtént a bűnvallás, szépen sorba, csomó szituáció ismerősület is, és rám nehezedett az Isten, eltisztultam, hogy még mondani kell valamit Józsinak is. Én úgy engedelmes vagy, szóval abszolút úgy járt el, ahogy Isten elvárja tőle. Csak én erre összeomlottam, és depressziós lettem, letargikus lettem. A Róma 8:28-at. Ez nem igaz. Tehát mondom, Uram, ez nem igaz. Tehát az, hogy nekem ez el kell volt egy ilyen házasságban, ez nonsens. Ez nincs a javamra. Kizárt dolog, hogy a javamat szolgálja. És úgy voltam otthon két kisgyerekkel, hogy nagyon nehéz dolgok voltak. És ez decemberben volt, 2015-ben pici baba volt lányzám. És nem tudtam dicsérni az Urat. Nem tudtam dicsőíteni. Egy ének van meg, amit tudtam énekelni, az az élő Isten lelkelői. Tehát, hogy azt kérni tudtam, hogy én változzak, de más nem. És sokáig egyébként fogva tartott ez az egész dolog, és sokáig úgy kezeltem, hogy ez a Józsi is az én problémám. De persze, amikor így lement az elején, és azért én is átláttam, és szeretem annyira Istent, akkor már tudtam, hogy ez nem Józsiról meg rólam szól, hanem rólam és az Úrról szól. És volt egy alkalom, amikor Isten megmutatta nekem, hogy az az én bűnöm, hogy a hitemet elhagytam, hogy tényleg nem úgy hagytam el a hitemet, hogy most nincs Isten, meg ilyesmi, vagy hogy nem akarok vele lenni, hanem egyszerűen kiégett a szívem. És nekem mindig a dicsőítés volt az, amit, köszi, az,
ahol én az Úrral megéltem nagyon sok mindent is. És egyszerűen üres lett a szó a számban, szóval legtöbbször inkább nem is énekeltem, mert azért hazudni nem akartam. Tényleg egy komoly gyomrost kaptam, és amikor megértettem, hogy a hitemet hagytam el, az már helyre is kezdett állítani, de nagyon-nagyon hosszú idő volt. És tegnap is, ahogy olvastam az igéket, hogy kiválasztott el minket Isten szeretőtől, meg hogy a szeretet az mindent eltűr és mindent elfedez. És tegnap, hogy készültem erre az alkalomra, és ott nyugodtam meg, és ott tudtam, hogy ha bármit tartok, akkor mindig engem épít Isten, hogy ebben az egész szituációban én nem voltam a helyemen. Mert azt mondja az Isten, hogy segítő társul ad. Én nem voltam segítő társul, Józsinak ebben, kicsit sem. Hanem abszolút csak a saját érzelmeimmel foglalkoztam, és akkora mélységeket mutat meg Isten is. Szerintem a mélységekbe formál is visz minket tovább, és ez nekem ugye több év volt, mire leesett. De annyira hálás vagyok az Istennek, hogy ezt megmutatta. És tényleg nehéz elhordozni a másiknak a kísértéseit, a másik ember, óemberét, mindent. De hogy egyszerűen nincs annál fontosabb, hogy abban a mocsárban is a segítőtársa legyek. És van ez a 7 év, ez nagyon kevés, amíg házasok vagyunk, és ez még nem is megy nekem. De szóval én köszönöm ezt a lehetőséget, mert lehet, hogy ennyire ebben a témában már nem mélyedtem volna el is, és nem tudott volna az Isten olyan mélyre vinni, hogy meglássam azt, hogy a segítőtárs az mit jelent. És ugye Isten a lábmosás példáját a felvét, és ez az ugye is annyira másod szólt tegnap. Szóval én a házasságomban tapasztaltam meg a hitemnek a megtöretését, de ez csak azért van, mert ez az a közösség, ahol kijön belőlünk az, ami van. Szóval én egyedül éltem házasság előtt 10 évig, ha világ jó volt. Szóval, hogy nekem nem voltak problémáim, nem voltak mélységeim, túl nagy magaslataim se. Ez kiegyensúlyozott normális életet tudtam élni. És ez volt az, ami engem megrendített, de ezt abszolút el tudom most már mondani. Igaz, kemény meló volt, de hogy ez a javamat szolgálta. És lehet, hogy ez a fiataloknak nem egy vonzó buli, de tényleg Isten ezt teremtette a mi formálódásunkra, és a házasságot találta ki. És nincs jobb, mint egyre közelebb és egyre jobban hasonlítani Istenre. Ami a másik volt, hogy a házasságunk elején, ugye Józsi 24, én 34 voltam, egy kialakult életrenddel, önálló lakással, minden önálló volt. Alapból úgy is neveltek egyébként, hogy egy feminista nevelést kaptam. Azt lehet mondani, hogy ne függjek senkitől, pláne egy férfitől. És hát ez így vicces lehet, de szerintem úgy erről szól a mai világ, vagy szóval, hogy de apukám kedves volt, mert ezt velőtt felhívott, mondom, most mondja először és utoljára, de őt ne hibáztassam, menjünk el közjegyzőhöz, írassunk házassági szerződést. Nem, közi papa nem, oké, rendben. És ez egy fontos döntés, mert szerintem azért a mai világban nem annyira könnyű ez, amikor sokszor itt látunk. De én azt az egyrészt szeretném elmondani, mert sokszor azért, hát nálunk is az volt, nem volt kérdés, hogy jobban tudtam intézni a hétköznapi ügyeket, azért, mert én 10 éve csináltam, ő meg a lakott otthon. És nem könnyű azt elengedni, amit az asszonyok jól csinálnak, de én ezt is azt láttam, hogy Istennek akartam engedelmes lenni. És volt egy úgynevezett átadás az anyagjának Józsiról, de ezt egy beszélgetést képzeljetek csak el, csak azt, hogy,
hogy rólam tényleg lekerült az anyagi teher, és az, hogy én intézem a dolgokat, vagy valami, és átvette abszolút az ő családfő szerepét, és úgy, hogy ketten lesznek egy testé, akkor két pénztárca is egy pénztárca lett. Én nagyjából első pillanattól, de mégis volt egy mélyebb gondolata a részemről, és ezt szeretném, hogy hiszem, hogy anyagilag is úgy van áldása a dolgoknak, hogy abszolút összefonódunk is, és nincsen már külön semmi. És ami viszont minket összehozott, ami szerintem ami életformán csúnya szóval, az a szolgálat. Azt a mai napig szerintem élvezünk együtt szolgálni. Mind a kettőnek az a célja, hogy a mi házasságunk az Isten királyságát építse. Nem mondom azt, hogy három gyerek mellett könnyű mindig elengedni. Nekem az a nehézsége, mert mondta Viktor, hogy három gyerek, meg minden. Nekem ugye a házassággal, tehát nem is a gyereknevelés jut eszembe, vagy így a gyerekek, ami forgott ebbe a témakörben. Nekem inkább az volt nagyon nehéz, hogy három gyerek mellett szolgálatot engedjek el, vagy ne úgy vegyek részt dolgokban. Most már kezd visszaállni egy illés is ekkora. Na, minket tényleg ezért, tehát ez a célunk is. És arra biztatok minden házast, mert egy csomó ige azt írja, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön minden, amit kérnek, vagy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, jobban boldogul kettő, mint egy. Szóval a házasságban megadta azt a két főt az Isten, amit az egész Bibliában és minden igébe olvasunk, hogy kettőt küldött ki, ketten csináltak ezt, ketten gyógyítottak. Az Isten a házasságban már megadta ezt a szolgálótás lehetőségét is. És mi ezért nagyon hálásak vagyunk, és úgy gondolom, hogy még kereszténységen belül sem tudnánk különbözően gondolkozni. Szóval abszolút egy irányba tartunk Józsival. Ő hívott engem, ugye mi úgy ismert, vagy úgy jöttünk össze, hogy ő hívott engem az IFI-be, aztán már házasként ő jött a börtönmisszióba, és mindenütt tényleg segítjük, támogatjuk egymást, és nagyon-nagyon örülünk, hogy Istenről beszélhetünk másoknak. Szóval célja jött létre a házasságunk, és nagyon-nagyon-nagyon örülünk. És azt, még azt az igét hoztam ide nektek, hogy Istennek semmi nem lehetetlen. És hiszem azt, hogy nem hiszek abban, hogy probléma nélkül léteznek házasságok, de abban hiszem, hogy bármilyen problémából ki lehet Istennel jönni. Erre lehet, hogy nem én vagyok a leghitelesebb ember, amit is 7 évünkkel, mert sokkal nagyobb mélységek, sokkal nagyobb próbákban voltatok már, de tapasztaljuk, hogy vele minden lehetséges. És az a vágyam, hogy tényleg az ige végezze el bennetek azt, amiért Isten kiküldte, és szeretném, hogy épülésetekre legyen az, amit mondtam. Én igyekeztem őszinte lenni, az én szívem az ezekkel volt most tele, amit elmeséltem nektek. Az én jegyzetem részletesebben nem bírom olvasni. Szóval én nagyon-nagyon szépen köszönöm.